egy nehéz pillanat volt azért az én életemben is. Előtte is folyamatosan játszottam, megállás nélkül, és pont mennyasszony tánc előadásaim voltak, és elfújta a szél, erre emlékszem. És ami nagyon rossz volt, vagy fájdalmas volt, hogy a páromnak, Pesák Ádámnak, ugye élete első címszerepe volt a Tesla című musical, együtt játszottunk egyébként benne, és éppen, hogy bemutattuk a darabot, tehát most jött volna az az időszak, amikor az ember kiátsza, vagy közelebb viszi a történetet. Álló próbája Ádámnak, két új szereplő csatlakozott a csapathoz, és akkor délután kaptam tőle egy telefont, hogy a próbát még megtartottuk, de most várjuk a telefon, hogy lehet, hogy a holnapi előadás már nem lesz. És annyira meglepődtem, hogy nem lesz. Hát mi kell ahhoz történjen, hogy nem lesz? Ugye én szinte 25 év alatt egy percre se álltam meg, kivéve a két gyermekem születését. És akkor mondta Ádám, hogy hát úgy néz ki, hogy nem lehet ezt megtartani. Kisebb előadásokat még megtartottak, tehát nálunk például az Operett Színházban a Lili Bárónőt, ami a Raktár színpadon van, és pici nézőteres, azokat még megtartották, meg az új bemutatónkat is megtartották. Az a Kálmán Imre Teátrumban volt, szintén kisebb helyen, és utána másnaptól lefújva minden. Úgyhogy elég döbbenetes volt a hír. Ezt hogy kell elképzelni egyébként, hogy az Operett Színház nagy színház, nagyon sok darab fut, ugye mondhatjuk azt talán, hogy szinte minden este van darab, délután is, este is akár. Most úgy kell elképzelni, hogy a színház teljesen bezárt, és egy lélek nem mozog az épületben? Igen, ezt így kell elképzelni. Én közvetlen utána még jártam egy picit arra, a művészportára tettem le valamit, és hát igazából a biztonsági örökön kívül senkivel nem találkoztunk. Nem is lett volna jó érzés egyébként bemenni a színházba, mert úgy megszokta az ember, hogy nekem az is egy rituália, hogy a portás fülkétől eljutok egészen a művész társalgóig, mert először is például pont azon a folyosón a műszakkal találkozik az ember, a srácokkal, akiket nem lát a közönség, és a háttérben kis szorgos hangyaként végzik az emberfeletti munkát egyébként, vidám fickók, nagyon szeretem őket, és az, amíg felérek a művészekig a művészbüfébe, addig velük szoktam találkozni, a bútorosokkal, ügyelőkkel, tényleg azokkal a srácokkal, akik cipelik ezeket a nehéz díszleteket, és az furcsa lett volna úgy végigmenni ezen a folyosón, hogy nincs egy-két kedves beszólása, hogy minden nap Katuskának személyre szabva, amitől már olyan jó kedve van az embernek, hogy igazából még a művészekkel nem is találkoztam. Úgyhogy furcsa lett volna azt a kihalt folyosót látni, de hát az ember fegyelmezetten tudomásul veszi a helyzetet, és tényleg nem azért mondom, mert ezt most szokás mondani minden riportban, de igazából ez a pici megállás, bár ne ilyen áron történt volna, de sok mindenre viszont nagyon jó. Nagyon jó. Szóval arra, hogy egy picit összerakja magát az ember, hogy utolérje magát, és nem csak a fotós albumra gondolok, amit meg az oknis szekrényre, amit ilyenkor illik megcsinálni. Épp tegnap robbantottuk a Samu szobáját. Most nagyon büszke, és most azt mondta, hogy csak szabályrendszerrel lehet bemenni. Igaz, hogy egy napot dolgoztunk rajta, de most betartjuk a szabályokat, hogy ne legyen újra kuplerá, ugye? Hanem lelkileg is, szellemileg is meg kell frissülni, meg kell újulni. És én például 1000 éve nem találkoztam saját magammal ennyit, mint az elmúlt hetekben, és nekem nagyon jót tett. Mi az, amivel egyébként eltöltöd a szabadidődet? Ugye most nagyon nagy szabadidő zuhant így az emberre, tényleg te is nagyon sokat játszottál, ahogy el is mondtad, tényleg az elmúlt 25 évben folyamatosan, és ilyen még tényleg nem volt az ember életében, hogy egyszer csak semmi nincs, és otthon van, és tulajdonképpen nem mozdulhat ki sehova. Mi az, amivel el tudod foglalni magad, amivel egy picit mégiscsak a színház ott van az életedben? Van-e ilyen? Igazából most egy picit háttérbe szorult a színház. Azt viszont fő feladatomnak tartottam, hogy tartsam a közönségünkben a lelket, és időnként azért nyilván az Operett Színház színeiben is, hiszen ott vagyok tag, és ezt nagyon boldogan és büszkén mondom, több mint 20 éve, nyilván a saját színházam fórumain keresztül is gyártottunk nagyon vicces és egyébként értékes és remélem komoly élményt nyújtó videókat is. Nyilván a repertoár darabokból is, meg az elmúlt 20 év nagy színházi darabjaiból is.
pici humorral fűszerezve nyilván, mert kell a derű és a vidámság most az embereknek. Én is a saját oldalamon próbálok szólni a közönségemhez. Nemrég élőben is énekeltem. Részt vettem egy olyan projektben, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy a hátrányos helyzetű falvak és községek fejlődéséért létrehozott egy alapítványt, hogy akik most nem tudnak szülinapozni másképp, csak általunk, lehet kérni bennünket, hogy esetleg énekeljünk, szavaljunk, rajzoljunk, táncoljunk nekik. Ez egy óriási kezdeményezés, és én itt élőben vállaltam egy kis mini koncertet. Nagyon sokan nézték és követték, és hát megörvendeztettünk egy-két otthon szülinapozós gyermeket, aki most ugye nem tudja a barátait meghívni, meg az osztálytársait. Ez most nagyon-nagyon tetszik nekem, hogy így tudtunk segíteni, és azon kívül rengeteg a teendőm. Én hosszú évek óta nem nyúltam például azokhoz a polcokhoz, amiben az emlékeim, premier ajándékaim voltak. Ezeket olyan jó volt átlapozgatni, átfésülni, vagy nem tudtam konyhatündér lenni. És a gyerekeim akárhányszor főztem, mindig könyörögtek, hogy anya, tedd gyakrabban, mert olyan finomakat csinálsz. Rengeteg sikerélmény ért itt a konyhában az utóbbi hetekben, viszont ez járt egy óriási kuplerájjal is. Tehát mondtad, hogy rám szakadt egy nagy szabadidő, én ebből semmit még nem érzékeltem, mert gyakorlatilag az egyik nagy főzésből zuhantam a másikba, nagy kedvel egyébként, de hogy ami utána marad, az is rám marad a kuplerája a konyhában. Tehát még ott se jutottam nagyobb területek felrobbantásához, hanem mindig csak utolérem magam egyik napról a másikra. Aztán, hogy a lelkem is épüljön meg, nyilván szellemileg is szeretnék azért valami táplálékot bejutatni, imádok olvasni. Tehát azt például elhatároztam, hogy akármennyit is bosogatok meg, suvickolok, muszáj, hogy legyen legalább egy óra egy nap, hogy egy könyvet a kezembe vegyek. Akkor a kisfiam rendszeresen felolvas a saját könyveiből. Ez is egy jó közös program. Rendkívül sokat társasjátékozunk. Ez is nagyon jó, mert ez ilyen közösségformáló, sokat nevetünk közben, ilyen régi retro társasjátékok, mint a gazdálkodj okosan, ilyesmi. És még egy nagyon szép feladat, hogy a Janka készül a Színművészeti Egyetem felvételére, és nyilván amennyit én tudok, bár nem sokat igényelte a segítségemet, mert nagyon határozott elképzelései vannak, hál' Istennek, de azért rendkívül sokszor hallgatjuk meg azokat a verseket, meg monológokat, amikben kikéri a véleményünket, vagy a tanácsainkat. Úgyhogy van itt azért műsor, meg cirkusz éppen elég itt körülöttünk. Tartalmasan telnek a napjai. Mit gondolsz, hogy ebből a sok mindenből, ami eddig színház mellett nem volt idő, de amiket most itt elmondtál, szeretnél ebből majd, ha vége ennek az egész, hát úgy mondani, rémálom vészhelyzetnek, megtartanál valamit? Mindenféleképpen előre rettegek tőle. Tehát már én azon kezdtem el görcsölni a napokban, szerintem picit korábban, mint a társaim, hogyha visszarendeződik a rendes élet, akkor vajon megint beindul az az eszeveszett, őrült rohanás, vagy valamennyit meg tudunk tartani ebből a privát szférából, és ezekből a tartalmas, minőségi, családi együttlétekből. Feltétlenül törekedni fogok rá, hogy mennyit sikerül belőle megvalósítani, azt nem tudom, mert nyilván most azok az elmaradt előadások is minden helyről egyszerre lesznek majd az igények benyújtva, hogy mikor tudjuk majd azokat pótolni. Tehát egy picit aggódom emiatt, hogy most aztán hatványozottabban felgyülemlik majd a feladat és a pótolni való koncertek és előadások száma. Ettől függetlenül szeretnék továbbra is főzni, Ezt megtartanám azért, mert tényleg elképesztő jó dolgokat kreáltam, és nagyon jó volt a visszajelzés. Nekem is jó, játéknak is, mert hogy kikapcsolódom alatta, és rendkívül sok jó ötlet jön egyébként közben, hogy milyen koncerteket lehetne még csinálni, vagy a megújulásban, hogy milyen terveim vannak, rendkívül sok jó ötlet jutott az eszembe egyébként, és az biztos, hogy kirándulni szeretnék nagyon sokat, mert hogy most, hogy nem lehetett, ez így biztos minden emberben felgyülem lett ez a vágy, hogy fákat ölelgessen és menjen ki a természetbe, tehát erre van egy nagyon nagy vágyam, és még egy nagy vágyam van, hogy azokkal az emberekkel, akikkel egyébként a nagy rohanás kellős közepén nem tudtam foglalkozni, és most nyilván tudunk telefonálni, gondolok itt a nagymamákra, akik kicsit távolabb élnek, vagy olyan kollégákra, akik egyedül élnek. Hát ugye szeretném megtartani ezt a fajta törődést.
együttműködést, hogy legyen arra tényleg idő, hogy őket felhívjuk, hogy nincs semmire szükséged, minden rendben van veled. Egy-két kollégával tartom szorosabban a kapcsolatot, akik tudom, hogy nincs kert, egyedül van lakásban, és rendkívül jól esik nekik a törődés, és fordított esetben nyilván nekem is jól esne. Szóval ezt szeretném megtartani, hogy ne rohanjon már utána annyira a világ, hogy erre ne legyen egy percünk. Így legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, és akkor találkozzunk majd esetleg nálatok is egy jó kis koncerten, mint hogy volt is már rá példa, hogy ott léptem fel, és nagyon szeretem a közönséget, és a várost is, nagyon-nagyon kellemes emlékeket ápolok, úgyhogy legyen úgy, hogy a következőben akár szabadtéren, vagy a művelődési házban akárhol tudjak ott szerepelni nálatok. Köszönöm a lehetőséget.